Szilágyi Zsolt, a Bábesbolyai Tudományegyetem matematika karán szerzett matematikus diplomát, Hollandiában mesterizett, Svájcban doktorált, jelenleg szintén a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének oktatója. Tapasztalatairól, munkájáról kérdeztük. Több ország oktatási rendszerébe volt, felső oktatásába volt alkalma bepillantani, ugye Hollandia, meg Svájc, meg Magyarország. Mit gondolsz, hogy az ottani diákok működése miben különbözik az itteni diákok megnyilvánulásaitól? Hát elsősorban a legnagyobb különbséget abban látom, hogy az ottani diákok valahogy nyitottabbak vagy bátrabbak következő értelemben. Tehát könnyebben kérdeznek a tanártól, órán is, órán kívül is. Tehát nincs meg az a nagy szakadék, hogy most akkor félnek egyáltalán valakit megszólítani, egy tanárt, hogy egy problémával kapcsolatosan, vagy ha valamit nem értem. Sőt, azt láttam, hogy akár ilyen konferenciákon, vagy tábori, vagy hogy mondjam, nyári iskolákban, és akár egy tök ismeretlen szaktekintélynek is bátran felteszik a kérdéseiket. Tehát egy amerikai doktorandus, vagy egy angol doktorandus, tehát ahol például én is már azért nem szólalok meg olyan bátran, tehát már benne van, hogy nagy hülyeséget kérdezzek. És talán ez a magyarázat arra, hogy már egyetem elején úgy technikai tudásban nincsenek olyan szinten, mint ahogy nálunk az egyetemisták, tehát ahogy érettség után kikerülnek. De ugye azt látjuk, hogy mire elvégzik az egyetemet, ledoktorálnak, azért valóban messzébb kerülnek. Tehát, ahogy azt szoktam mondani, hogy nem az a hülye, aki valamit nem tud, hanem az, aki tudja, hogy nem tudja, és nem meri megkérdezni valakit, hogy javítsa ki, vagy magyarázza el neki. Tehát, mivel a probléma. Úgyhogy megmarad a, úgymond, a hibás gondolata, tudásom. Igen. A kollégák közti együttműködés esetleg mennyiben más mondjuk egy nyugati egyetemen, mondjuk a miénkhez képest, bár mi is igyekszünk, de esetleg milyen irányban lehetne fejlődni, milyen irányba kellene fejlődni? Ez egy kicsit nehezebb kérdés, mert ebben azért annyira nagy belátásom nincsen. Tehát ugye ez megvan, ott is megvan valamilyen szinten a nyitottság. Tehát ugye az ottani embereket elsősorban ugye a kutatásuk és az eredményeik határozzák meg, nem az, hogy hogyan oktat, vagy a... Tehát emiatt talán nem érzik annyira személyes kritikának, ha valaki javasol valamit a tananyaggal kapcsolatosan, vagy valamilyen módszerek kapcsolatosan. Általában meg szokták beszélni, tehát hogy mi legyen a tematika, amit leadnak, mert azt már láttam, hogy időnként az alaptantárgyakat, tehát ilyen 2-3 évente azért szokták cserélni. És ilyenkor azért át kell adni azt a jegyzeteket, vagy át szokták adni, amikből szoktak dolgozni, megosztják
úgymond a jegyzeteiket, meg a tematikát, amiből dolgoznak, és valamilyen szinten azért kell legyen egy közös konszenzus arról, hogy mit tanítsanak, ahhoz, hogy meglegyen a folytonosság. Tehát valamilyen szinten közös nevezőre kell jutni abba, hogy mit tanítunk, hogy tanítunk, és itt már ez rákényszeríti az embereket arra, hogy valamilyen szempontból együttműködjenek. Amikor diákként kikerültél mondjuk mesterizni Hollandiába, akkor szükség volt-e arra, hogy valamilyen tematikákba esetleg felzárkozzál? Tehát, hogy voltak-e olyan területek, amik mondjuk itthon, amiket itthon az itthoni oktatás egyáltalán nem érintett, de amik valahogy a kutatás szempontjából kritikusnak számítanak, tehát fontosak? Igen, voltak olyan alaptantárgyak, amiket amikből fel kellett azért zárkozni, amiket használtam. Tehát volt egy olyasmi bennem, hogy volt olyan dolgok, amikkel szerettem foglalkozni, és volt olyanokat, amit úgymond kerültem. És akkor arra jöttem rá, egy idő után úgyis előkerülnek azok a dolgok, tehát valahogy nem lehet kikerülni, hogy esetleg az ember analízis, vagy komplex analízis, vagy differenciál geometriát tanuljon. Nem lehet csak simán a folytonossággal területén belül mozogni, nekem az tetszett inkább jobban. Tehát valahogy át kell lépni más területekre is egy idő után. Tehát valamilyen szempontból mindennel valamilyen szinten tisztába kell lenni. Attól függetlenül ugye megmarad ez a preferencia, hogy ki mit szeret inkább csinálni, de az valahogy nem lehet teljesen megválogatni, hogy csak milyen témakörön belül mozogjak, mert úgymond a probléma sokszor kivezet az adott területről, vagy bizonyos technikák jóval egyszerűbbek egy másik területen, és akkor azt kell használni. A másik, hogy egy idő után szóval valahogy újra tanultam úgymond mindent azáltal, hogy igazán kellett használni. Tehát az, amit az előadásokon, a szemináriumokon főszed az ember, az még nem tettem úgymond sajátommá azokat a fogalmakat, módszereket. Mikor valahol kell használni, akkor előkerül, hogy ez tényleg így van, vagy úgy van, el kell gondolkozni újra rajta, előbb-utóbb úgyis meg kell érteni. Tehát ilyen szempontból igen. Egy idő után plusz dolgokat kell tanulni, sokszor az alapokat újra kell tanulni. Tehát. Igen, és akkor mondjuk, ha már az alapokról esett szó, akkor megyünk vissza mondjuk a középiskolás korszakig, hogy a középiskolai tehetséggondozás ugye nagyon sok helyen, nagyon sok iskolában valahol a versenyfelkészítésre redukálódik, és hát mit gondolsz, hogy vajon mit kellene egy picit hozzáadni a versenyfelkészítéshez ahhoz, hogy esetleg ez a versenyfelkészítés egy szóval a tehetségápolás egy jobb alapozást nyújtson a diákoknak a jövendőbeli akár matematikai tanulmányaikhoz, akár egyéb jellegű, de matematikát is használó tanulmányaikhoz. Tehát alapjában ugye a matek körök, vagy versenyre való felkészülés, azt jónak látom. Inkább az a problémám, hogy lehetnek olyan diákok, akiknek nincs akkora sikerélményük egy-egy versenyen, tehát mert vagy vannak az évfolyamon nála jobbak, akár az iskolájából, akár országos szinten, vagy pedig nem bírják azt a plusz terhelést, ami a
úgymond meg kell tanulni időnként, plusz technikák, amivel sikeresen lehet akár egy országos versenyen versenyezni. Tehát valahogy az kellene, hogy ne csak azok a diákok járjanak ilyen versenyfelkészítőkre vagy matek körökre, akik sikeresen versenyeznek, vagy ugye kezdetben, 9. osztályban még nem lehet tudni, hogy ki az, aki annyira tehetséges, vagy annyira sikeres lesz, ezért nagyobb a merítés, vagy többen jönnek el, csak hogy ne morzsolódjanak lehetőleg le ezek az emberek. Tehát ők is valahogy maradjanak meg, vegyenek részt ezeken a körökön, hogy nem morzsolódjanak le. Tehát, mert az a plusz tevékenység, amik ezeken a körökön folynak, azok nagyon jól jönnek egyetemen. Tehát például ugye egy bizonyítás megfelelő leírását megtanulják, vagy egy bonyolultabb gondolatmenetet végig tudnak vinni. Másik az, hogy lehet, hogy most már előfordul az, vagy egyre inkább előfordul az, hogy a legjobbak, ők elmennek külföldre. És akkor amikik a mi egyetemeinkre, a belföldi egyetemekre jönnek, azok nem a legsikeresebb versenyzők, hanem talán akik még nem is biztos, akik úgymond járnak versenyfelkészítőkre, hanem a következő vonal. Tehát ezért is kellene őket is valamilyen szempontból bevonni. Talán versenyfelkészítőkkel ugye a ilyen feladatmegoldó verseny, vagy úgy mondjam, köröket szervezni, ami hát ha nem is a matek körökön, hanem otthon foglalkozzanak feladatokkal. Én azt vettem észre, hogy az egyetemen is sokszor vannak azok a csendes diákok, akik az órán nem annyira vesznek részt aktívan, tehát nem jelentkeznek, nem jönnek ki annyira a táblához, de vizsgán mégis akár ők szerepelnek a legjobban, vagy házi feladatokat ők oldják meg a legjobban. És ugye erre azért valahogy kell figyelni, hogy ők ne kalódjanak el. Tehát lehet, hogy valaki pont ezért nem jár versenyfelkészítőkre, de őt otthon a maga ütemében azért dolgozna. Igen, hát ez nyilván egy komplex probléma, mert a versenyre ugye általában a leggyorsabbak, vagy olyanok jutnak el, és nem biztos, hogy ez a gyorsaság néha vissza is üthet, mert néha az ember igyekszik a következő problémára rátérni, vagy a következő feladatra rátérni, miközben ha maradna, akkor elmélyülne, és ki bővíthetne egy-egy témakört, és jobban körbejárhatná. És hát ez általában a technikai versenyekre való felkészülés során ez nem mindig szokott megvalósulni. Meg az is egy probléma, hogy nagyon sok sikeres versenyző diák, ugye, tehát a sikeres versenyző diákok nagyon szép vannak szórva. És akkor egy-egy tanárnál kevés sikeres versenyző diák van. Tehát mi lenne a megoldás? Tehát vajon hogyan lehetne ezt mégis áthidalni? Mert hogy nyilván addig, amíg versenyfelkészítő van, addig a tanár is versenyfelkészítőként éli meg, a diák is versenyfelkészítőként éli meg, addig valószínű, hogy több frusztráció lesz, tehát összegyűjt belőle. Tehát vajon ezt a matek feladatok megoldásából, meg a versenyeken való résztvevésből fakadó frusztrációt hogyan lehet kezelni, vagy ezt mit lehet ezzel kezdeni? Mert mostanában tényleg ez egy probléma, hogy a gyerekben frusztráció gyűl fel, még akkor is, hogyha érdeklődik valamilyen szinten.
Tehát valahogy azt is ki kell fejezni, hogy igen, vannak nálánál gyorsabb, okosabb diákok, akivel esetleg nem rúg ő elsősorban labdával. De ez, hogy mondjam, ez nem egy rövid távfutás, inkább egy hosszú távfutás. Tehát bizonyos szempontból attól még ő lehet sikeres. Tehát ugye nem csak az számít, hogy milyen gyorsan ért meg egy problémát, hanem hogy milyen mélyen ért meg egy problémát. Tehát, hogy ha mélyebben ért meg, mint bárki más, már azzal is sikeres lehet. Tehát még ha lassabban is forog az agyam. Ez az egyik. Mindenkiből nem kell matematikus legyen feltétlenül, de attól még élvezheti a matematikát. Tehát, ami valaki nem festő, attól még élvezheti a festményeket, a képeket. Tehát lehet egy hobbiként is felfogni. Hát igen, ez a néha elég lelketlen tud lenni ez a versenynek a világa. És talán ezért fontos, hogy szerintem az, hogy ne csak a versenyek előtt legyenek felkészítők, hanem ugye évközben akár folyamatosan. Tehát, mert ha csak a versenyek előtt készítünk fel a diákokat, akkor talán jobban hangsúlyozzuk azt, hogy mi a célunk, az, hogy te jó szerepelj egy versenyen. Tehát, ha egész évben van, akkor talán jobb ez a, hogy mondjam, ez az élvezeti faktorra való nevelés. Tehát, igen, erre lehet készülni, vagy lehet figyelni arra, hogy melyik diáknak melyik típusú probléma fekszik jobban. Mert van, amikor, igen, nem mindenkinek ugyanazok a dolgok mennek egyformán. Tehát, meg azt is el kell fogadni, hogy néha dolgozni kell. Tehát sokat kell dolgozni ahhoz, hogy sikerélményünk legyen. Tehát, és hogyha az ember használja az eszét, akkor előbb-utóbb fejlődik. Tehát az egyetem után, a doktori alatt az ember nem annyira foglalkozik ezekkel a versenyfeladatokkal, de úgy vettem észre, hogy attól függetlenül azért jobban megy, mint középiskolás koromban, mint amikor úgymond többet foglalkoztam vele. Tehát a munkával valahogy fejlődik az agy is, tehát jobban rálát bizonyos dolgokra. Igen. Tehát ezért nem szabad abba hagyni, úgymond. Ez olyan, mint a sport. Tehát, azért lehet hobbi szinten focizni, lehet versenyszinten is focizni. Tehát, ahogy Fermat is gyakorlatilag hobbi szinten matekezett, nem ez volt a főállásom. Igen. Tehát miért ne lehetne egy hobbi a matekezés? Matek feladatok oldása, előveszel egy példatáncs, oldogatod a feladatokat, elgondolkodom. Ugyanúgy, ahogy keresztrejtvényt, vagy sudokut, vagy bármit. Igen, erről jut eszembe, hogy vajon, hogyha a példatárakat nézzük, amiket mondjuk a középiskolás diákok esetleg használhatnak, akkor, vagyis, hogy akár tudnánk-e mondani ilyen példatárat, vagy tudnánk-e javasolni ilyen példatárat, ahol tényleg vannak problémák, amiken érdemes elgondolkodni, és amit esetleg hozzá is lehet szólni megoldás szintjén, tehát meg is lehet oldani. Talán van Örkény Istvánnak, jól tudom, van ez az egyperces novellája, ezek ilyen nagyon rövid, frappáns, élvezhető novellák, akár úgymond egy 5 perc alatt is el lehet egyet olvasni, és lehet élvezni. Talán ezzel kapcsolatosan, vagy ennek az analógia van Róka Sándornak, talán 1 perces, vagy 5 perces, már nem tudom pontosan mi a címe, már rég forgattam a kezembe, de ott is ilyen nagyon viszonylag egyszerű, de akár frappáns
példák is vannak, amiket úgymond így elő lehet venni egy ilyen, na most van 5 percem, hogy valami sikerélményem legyen. Ezen kívül vannak ugye tematikusabb példatárok, tehát igen, azért mostanában nem fogadtam annyi példatárt, hogy hogy így fel tudjam idézni ezeket. Tehát, de lehet, van olyan könyv is, ezt is azért mostanában eszembe került, talán most nem tudnám felidézni, Surprise in Mathematica című könyv. Ott is vegyesen különböző dolgok, ilyen érdekesebb példák vannak leírva, nem is feltétlen a bizonyításokkal, hanem ugye elmondja, hogy miért. Igen, igen. Tehát vannak, amik ilyen érdekesség szintjén. Vagy én mostanában talán már én kevésbé szoktam ezeket figyelni, de akár a YouTube-on is vannak érdekesebb példák, problémákat elmagyaráznak 5 percben, tehát még nem is kell kézbe venni dolgokat, tehát könyveket, vagy lehet, igen, valahogy erre is lehetne figyelmet fordítani, persze, megint egy olyan kérdés, hogy ki milyen típusú feladatokat szeret, tehát példatárak esetén ugye az a jó, hogy ott fokozatosan fel lehet építeni, tehát rá lehet vezetni, meg lehet tanítani egy módszert, ami sokszor nagyon hasznos. Tehát nem csak az, hogy most valamilyen frappáns ötletre jöjjünk rá, tehát akár egy módszert is. Igen. De lehetne tényleg egy olyan típusú példatárat is összeszerkeszteni, ahol nem kellenek olyan nagy ötletek, valami egyszerűbb ötletek, de mégis valamilyen szép megoldások, feladatok legyenek benne. Persze ez megint egy komolyabb munka.